város hazugsággal mit kezdenél? Országunk egy kaoszár, Korsóbja egy kuraság, Kitányérunkból jól a kocsfors telepít ki. Korsóbja, hogy kaoszár, de hitmányok az állapár, Kitányérjából jól eszik és belerondít. Kossuth tér és szabadság tér hazán szíve, emlékműd és követség mely irigyelhet. 48 és 56, és most 2006, így írja a történelm egy Magyarország. 48 és 56, és most 2006, így írja a történelm egy Magyarország. Köszönöm szépen, minden este elvénekem, ha lehet. Demszi Gábor azt mondta, aki a 70-es években még maoista volt, és szamiszat terjesztő, hogy ezen a téren szélsőségesek vannak. Megkérdezem, vannak-e itt a téren nácik? Megkérdezem, vannak-e ezen a téren bolsevikok? Tehát ezek szerint nincsenek szélsőségesek. Akkor ezek szerint Demszky Gábor szerint a magyarok a szélsőségesek? A kulturális program miatt előadásomat megfeleztem. Ezért most a második részét fogom önöknek elmondani. Honfitársaim! Ennek a csodálatos történelmi múltú és tehetséges nemzetnek nagy küldetése van még a világban. A magyarságnak vagy az európai problémák megoldását kell magára vennie, vagy a maga problémájában is alul marad. De ehhez először rendezni kell sorainkat. Meg kell gyógyítani beteg lelkünket, és ki kell gyógyulni abból a korból, amellyel megbetegítették nemzetünket. Korábban mondtam, illetve ez lett volna az előadásomnak az első felében, csak annak a nemzetnek lesz jövője, amelynek múltja volt, de csak annak a nemzetnek marad meg a múltja, amely képes kézben tartani jelenét, és egészséges lélekkel tud a jövőire tekinteni. Azok a kezek, amelyek jelenleg a magyar nemzet jelenét tartják, nem csupán gyengék, de ezek a kezek a pénzváltó kufárok, ropogós, bankósokat forgató kezei. Ezekre a kezekre az Ószövetség vonatkozó írása érvényes, másé a hang, másé a kéz. Ezek a kezek nap mint nap a pénzintézetekben kulcsolódnak imára, hogy Istenükhöz, Manonhoz imádkozzanak. Ezek a kezek csak akkor tapsolnak, ha tulajdonosaik gyanakvást szíthatnak ember és ember között. Népi és urbánus, liberális és konzervatív, jobb meg baloldal között. Mindkét oldalon ott üzsögnek a nemzetet megbetegítő, megélhetési uszítók, a külföldön fejjelemgetők, a lejáratók, a megélhetési megmondó emberek, tele van velük a magyar állami televízió, az elmúlt 16 év a nemzeti egység szétbomlasztásáról szólt. Széthullás, erkölcsi rothadás és gyanakvás mindenütt. Mert bizony, a rothasztásból is meg lehet élni. Gondoljunk csak a kanárisok mélyén élő gazdag baktériumflórákra. Lehet, hogy most van a hallgatóság közül valaki azt mondja, hogy azért nem volt minden olyan rossz, hisz gazdagodtunk, villák épültek. Hallatlanul sok luxus palota épült az elmúlt 16 év alatt. De a villák árnyékában a nyomorúság penésze is kivirágzott. A penész, a salétromszagú nyomorúság nem érte el a baloldalon ülő milliárdos urak óráig, akik magukat mellestek szocialistáknak merik titulálni, és vörös háttér előtt mutatkoznak. Milliárdos szocialisták! Hol van a társadalmi érzékenység? Ezen szocialisták közül hányan hoztak létre alapítványokat szegény tehetséges magyar diákok tanítatására? Hányan mondtak le valahányadrészt vagyonukról a közjó javára? Ezek az egykori elvtársak, akik Magyarországon 2006. szeptemberétől megteremtették az alulmúlhatatlan politikai retorika műfaját, ezek a személyek
akik szóhasználatukkal élve elkúrták az ország gazdaságát, de nagyon ezek az emberek, akik szóhasználatukkal élve úgy kúrták el az ország gazdaságát, miközben ebben a kurva lőhös országban milliómosokká, milliárdosokká váltak. Ezek az emberek, ezek az úgynevezett szocialisták várják el a becsapott, arcába belehazudott nemzettől az önfeláldozás! Tisztelt magukat szocialistáknak tituláló, törvényeket alkotó honatyák! Önök hogy tudtak úgy milliárdosokká gyarapodni, miközben a magyar gazdaság óriási mértékben elszegényedett? Önök úgy gondolják, hogy egy lekurvázott és elszegényedett ország milliárdosaiként hazugságok árán a hatalomra kerülve erkölcsi alapjuk és joguk lehet a hatalom megtartására?